Új vezetőedzője van a Nyíregyháza Spartakusznak, a klubot 2007-ben az NBA-be juttató Gálhidi György visszatért a Spari kispadjára. A legutóbb Kazincbarcikán dolgozó szakember munkáját a szintén visszatérő Huszák Géza, valamint Szatke Zoltán segíti másodedzőként, a kapusedző Pintér László, az erőnléti edző Darabos Balázs marad. Sándor István szakmai tanácsadóként tér vissza Nyíregyházára, ifjabb Sándor István pedig játékos megfigyelőként lesz tagja a szakmai stábnak. A korábbi vezetőedző Lengyel Roland visszatér a Bozsik Akadémiához, a volt sportigazgató Ambrusz Árpád pedig videóelemzőként segíti a felnőtt csapat munkáját. Az én kérésem volt elsősorban, hogy már most szezon közben lehetőleg vegyük át a csapatot, mert az is szóba került, hogy esetleg ma nyáron, vagy esetleg már most. Én az a véleményem, amikor 2006-7-ben bajnoki címet nyertünk, akkor is az előző szezon utolsó 5-6 meccsét mi csináltuk már a Gézával, és nagyon nehezen indult el. Most is biztos, hogy meg kell szoknunk a játékosoknak az edzésmódszerünket, a személyiségünket, a elvárásainkat, a kötelmeiket. Úgyhogy ilyen szempontból rendkívül örülök ennek, hogy most történik meg. Én nagyon bízom benne, hogy lesz folytatás, és még május végén folytatódik a bajnokság. És mondom elsősorban az, hogy a nyárig lássuk, hogy kire számíthatunk, ki az, aki meg tudja oldani a magas szintű teljesítményt, a feljutásnak meg tud felelni. Tehát ilyen szempontból fogjuk tesztelni és vizsgálni a fiúkat és a csapatot. A 66 éves szakember edzői pályafutása során több csapatot is feljuttatott az élvonalba, így Nyíregyházán is ez az elvárás vele szemben. Ez az elsődleges cél. Nem azonnal, tehát nincs nyomás rajtunk, túl nagy nyomás, tehát minden munkában van nyomás, mert egyrészt az ember is saját magára is nyomást gyakorol, mert szeretne minden jobban teljesíteni. De 1+1 éves szerződésünk lesz, vagy van. Az első évben az 5.-6. hely elérése a cél, és utána a második évben már egyértelműen a feljutás a cél. Természetesen én meg a stábon is már az elsőben szeretnénk ezt teljesíteni, de mondom, ez így ideális, és nagyon jó, lehet nyugodtan dolgozni, és lehet építeni jó csapatot.